Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Horvátné Kocsis Angéla, a Mosonszolnok Ifjúságáért Hagyományőrző Egyesület elnöke. Szeretettel köszöntelek, szia! Szia! Egy nagyon szép dolgot csináltatok, faluszőnyeget retextilből, erre fogunk beszélgetni. Ez nem most készült, most viszont a Kortárs Szőnyeg Tervezők Fesztiváljára is meghívták ezt a szőnyeget, tehát ott ki fogják állítani. Én azt gondolom, hogy ez az országos elismerésnek is mondható, hiszen ez egyáltalán nem kis dolog. Úgyhogy aki még esetleg nem hallott róla, vagy nem ismeri, annak mindenképpen én azt gondolom, hogy érdemes erről hallania és megismernie ezt a faluszőnyeget, ami itt készült a faluban. Úgyhogy egy kicsit így az elejéről, hogy honnan is indult ez, mi is ez, tehát hogy próbáljuk meg bemutatni. Egy térképről van szó, tehát annyit elárulhatunk, ugye egy 12 négyzetméteres térképről, ami retextilből készült, de hogy mi is ez a retextil, meg hogyan, azt majd elmeséled. Igen, retextil az, vagy hát a Mosonszolnok térképe, a faluszőnyeg, ez egy közösségi műalkotás, újrahasznosított textilekből készült. Mintegy 60-an dolgoztunk rajta, még 2015-ben készítettük. Ekkor az Egyesületünknek volt egy norvég alapos projektje, ebből egy egész éves vetélkedőt valósítottunk meg, minden hónapban volt egy nagy rendezvényünk. Itt is nagyon érdekes dolgok voltak, tehát az itt is tudtatok már kitalálni újdonságokat szerintem, amik itt a környéknek így azért így felkapják a fejüket, akik ilyen szervezéssel foglalkoznak. Hát köszönöm, hogy ezt mondod. Igen, remélem, hogy vagy hát úgy gondolom, hogy izgalmas volt ez a vetélkedő, és újszerű. És ennek a része volt a faluszőnyeg elkészítése. Már korábban is terveztük, igazából a tesómmal találtuk ki az egészet, és már korábban is terveztük, hogy elkészítjük a falu térképét, és elgondoltuk, hogy mindenki meghorgolja a saját telkét, de nem tudtuk ennek a végülis a technikai megvalósítását elvégezni. És ez totál... tehát egyedi ötletből jött, hogy ti ültetek a tesod, és azt mondtátok, hogy na legyen egy térkép, ha legyen térkép, akkor legyen egy ilyen teljesen egyedi, vagy azért láttatok már ilyesmit? Nem láttunk, igazából a tesómnak volt egy nagyon szép fali szőnyege, ami ilyen a Soproni szőnyeggyár terméke, nagyon szép színes házak különböző művészi megformálása, és fali szőnyeg, és ezt kezdtük el először úgy hívni, hogy falu szőnyeg. És akkor ilyen szójátékkal végül is kitaláltuk, hogy Mosonszolnoknak is csináljunk egy falu szőnyeget, ami fali szőnyeg és térkép. Tehát, hogy és mindenképpen közösségi összefogást szeretnénk volna, tehát eleve ennek a vetélkedőnek, az utcaversenynek 2015-ben az volt a célja, hogy a lehető legtöbb embert megszólítsuk a faluban. Egyébként több mint 1000 ember vett részt a játékban a 2015 során. És ezzel is próbáltuk az embereket bevonni, hogy mindenki készítse el a saját telkét, és hogy kötődjön ezáltal természetesen a szőnyeghez. És hát a technikai megvalósítást végül is a Retextil Alapítvány, a Pécsi Retextil Alapítvány végezte. Amint mondtam, mi nem tudtuk, hogy hogyan valósítjuk meg, csak az elképzelés volt meg. A Retextil Alapítvány vezetője Tisz Angéla, tulajdonképpen az egész retextil technológia szülő anyja is. És hát ugye Mosonmagyaróváriaknak is ismerős a neve, igen. Azért mindenképpen, hiszen önnek jóvári gyökerei vannak. Igen, és hát így az interneten találtam rá az alapítvány tevékenységére, és megkerestük őket, hogy segítenének-e a tervezésben. És végül is ők végezték el ezt az előzetes tervezést. Tehát tulajdonképpen felnagyították a falu térképét, és egy hatalmas vászonra az úthálózatot meghorgoltak és felvarták. Mert ugye azért esett, hogy oké, csináljunk egy térképet, meg egy falu szőnyeget, ebből talán a térkép az, ami nehezebb, hiszen azért ez annyira komoly munka, hogy ehhez... Hát, kicsit térképésznek is kell lenni, hogy ez így elkészül. Hát igen, végül is ők projektorral így kivetítették, és elkészítették az úthálózatot, és nekünk azt kellett kitöltenünk a telkekkel. És akkor így berajzoltuk szépen minden ilyen formába, hogy ott hány telek van, és egyébként nagyon sok egyeztetést kívánt ez a résztvevőktől, hogy ott hogy állnak a terkek, melyik kert kivel ér össze, stb. Tehát így tulajdonképpen ez alatt a két hetes munka alatt így átrágtuk azt, hogy a faluban ki hol lakik,
És akkor ezen tényleg teljesen minden rajta van? Tehát persze. Kis telek, nagy telek, kis házas, nagy házas, földbirtokos, minden? Hát nyilván amik azóta épültek, azok nem, de, jó, de okay. Egyébként a 2015-ös állapot az teljesen megvan. Tehát minden egyes telek rajta van, és nagyon jó volt egyébként abból a szempontból is ezt így az, sokan vettek rajta részt, 3 évestől a 83 évesig, idősek is, és akkor átbeszélni, és előkerültek olyan történetek, meg olyan hogy mondjam, helynevek, például a Sipőc sarok, például a Raffinger ház, Raffingerék már nincsenek Szolnokon, a Sipőc sarok az már tulajdonképpen nem létezik, de mégis így átbeszéltük, hogy mi hol volt régen, hol volt Gödör, hol van most, hol vannak a parkok, azok helyén mi áll. Szóval így történeti vonulatában is tulajdonképpen az utolsó, hogy mondjam, 50 évet átbeszéltük a falu tekintetében. Tehát akkor így az öregeket erre abszolút igen. Rá lehetett venni, meg azért ők lelkesek, mert ráérnek, szeretnek visszaemlékezni, egy ilyen dolog abszolút igen. Megmozgatja őket, gondolom. Igen, kicsiket, igen. Meg hát pláne, mert hát együtt lehetnek a nagyival, meg csinálhatnak színeset, alkothatnak. Igen, ez nagyon jó élmény volt, hogy az idősek nagyon lelkesek voltak. Persze nyilván ehhez hozzátartozik az, hogy ők érnek rá napközben, de ők is ismerik, a kötés horgolásban ugye nagy tapasztalatuk van, de ezentúl egyébként tanultak meg új technikákat is. Tehát a retextil az... Beszélhetek egy kicsit a retextil technikáról? Hát igen, mert ugye most már látjuk ezt a szőnyeget magunk előtt, hogy színes, meg sok minden van rajta. Még csak annyi, hogy akkor ezt mindenki így nagyjából saját magának a saját telkét maga készítette, vagy voltak az éves segítések itt ott? Persze voltak, hát amint mondtam, 60-an vettek részt, tehát azért ennél jóval több telek van, de ebben a vetélkedőben, ami 2015-ben volt, pontoztuk például azt, hogy ki készíti el a saját telkét. Tehát ez külön ilyen szenzáció. És akkor ezek elkészültek külön-külön, aztán rákerültek erre a az utcasorok egyben készültek el. Tehát egybe horgoltuk az egyes utcákat, vagy aha. Egybe kötöttük, meg... amint mondtam, más technikákkal is készültek. Na pont azt akartam mondani, ahogy olvastam, tehát itt nem csak kötés, horgolásot nem írtam ki, pedig akartam, de hogy nagyon sok minden, csak csomózás, tehát hogy azért itt volt mindenféle benne. Ki mihez értett? Nem, hát a retextil munkatársai ezt megtanították nekünk. Tehát eleve azzal kezdtük, hogy megtanultuk a ruhák felvágását. Tehát úgy kezdődik, hogy kiválogatjuk anyagfajták szerint a ruhákat, levágjuk róla a gombokat, kibontjuk a cipzárokat, és kivágjuk az összes varrást, hogy csak maga a tiszta anyag, a tiszta kelme maradjon, és akkor ezt kell felvágni ilyen kakaós csiga formában, hogy minél hosszabb szálat kapjunk. Tehát nem, ezek nem egyenes. Nem így egyeneset vágnak, hanem igen. Így megyünk körbe. Igen, és egy ruha újból például már egész hosszú szálat lehet kapni. És van ez a fötrő nevű szerkezet, ami tulajdonképpen a kötélverőhöz hasonló. Tekerni kell kézzel, és ez bepödri úgy a szálat, hogy egy ilyen sodrot, mint a kötőfonal, vagy mint a kötél, ilyen sodrott szálat kapunk. És ez hát a kezeden erős. Valamennyire ugye látszik. Ez nem az. Ez nem az. Ez nem ez olyan fonással készült. De ez is retextil. Tehát a fötrővel megfötörtük a szálat, és ebből aztán szövés, fonás, szárahurkolás, síkhurkolás, és indián csomózás technikákkal készítettük. Azt a betyár, akkor volt minden. Igen, igen, igen. Mert még persze a kötéshorgolás. Mennyi idő alatt készült ez el? Hát tulajdonképpen 2 hét. Nem is sok. Hát 2 intenzív hétvége volt benne, meg azon kívül még otthon mindenki dolgozott rajta, amennyit tudott. Nem volt olyan sok egyébként. És milyen az utóélet? Tehát itt volt egy nagyon nagy munka, és aztán itt az utóéletre ott is gondolok, hogy mondjuk azok, akik megtanulták ezt a technikát, mert azért tehát az idősek ugye az alapokat tudták, de hogy ezzel dolgozzanak, ez nekik újdonság volt, rácuppantak el a dologra, csináljátok-e azóta is, akár ők, akár te? A retextilezést csináljuk, igen. Minden évben részt vettünk eddig például a kékkötésben, amit mikor Győrben a Széchenyi teret az autizmus világnapjára kékbe öltöztetik, uh-huh. Először az első években még a maradék kék fonalainkkal dolgoztunk, de mikor mindent felkötöttünk, akkor kénytelenek voltunk felvágni a kék ruháinkat is. És,
És tehát az utóbbi években retextilből készítettük ezeket a kötéseket, horgolásokat, ebben is nagyon sokat segítettek a nyugdíjasok, és van egy kézműves foglalkozásunk is Mosonszolnokon, a Fonó, úgy hívjuk, hogy Fonó. Ide is többnyire idősek járnak és gyerekek, itt is szoktunk retextilezni, de más kézműves dolgokat is kipróbálunk. Tehát megmaradt azért ennek a szeretete, meg ennek a gyakorlása. Igen. Mi mindent lehet egyébként készíteni belőle? Hát különböző lakberendési tárgyaktól kezdve a kis táskákon keresztül mindent, de például a pécsi retextilesek az Ozora Fesztivál nagy színpad díszletét készítették el, ami nem is tudom, tehát rettentő nagy felület, és nagyon gyönyörű. És ezek a nagy kerek puffok most, ezek is retextilből vannak, ugye ezek nagyon divatosak a különböző lakberendezési boltokban. Igen. Hát több tízezret adnak egy-egy ilyen darabért. Akkor ez maradt az időseknek, neked így a retextil szeretetéből, megfolytatásából? Hát én egyénileg is retextilezek otthon. Nemrég vartam például egy elég nagyméretű szőnyeget, és azon kívül is így csinálgatok a családnak ezt-azt, például ilyen puffokat is, amiket említettél. Vonatútjaim során rendszeresen labdákat horgolok, azokat nagyon rövid szálakból is lehet, és ezen kívül pedig az utóbbi időben elég sok kézműves foglalkozást tartottam. Elvégeztem egy kézműves játszóházvezetői tanfolyamot, és sokféle technikát megtanultam a tanfolyamon, de az újrahasznosítás az a szívem csücske. Nagyon fontosnak érzem a szemléletformálást, és azt, hogy megmutassuk gyerekeknek, felnőtteknek, hogy nem minden szemét, ami hulladék, és hogy rengeteg mindent lehet készíteni. Nagyon sok textil hulladékot termelnek az emberek, a mi társadalmunk, és ebből rengeteg jó dolgot lehet készíteni. Akkor várjátok is ezeket a úgymond szemeteket, tehát olyan textileket, amik jó minőségűek még, és lehet használni? Hát azt nem mondom, hogy várjuk, mert nekünk magunknak is annyi van, hogy nem tudjuk, tehát egyszerűen nincs kapacitásunk szinte újrahasznosítani, de igyekszünk, nagyon igyekszünk. Ezt azért kérdeztem, mert láttam egy üvegművészt, aki pedig ilyen újrahasznosított üvegből dolgozott egyszer, és az utcán volt neki kirakva egy ilyen nagy gyűjtője, és akkor ott ki volt rakva egy-két minta, hogy nézd, mit lehet készíteni, ugye használt üvegekből, tényleg képektől elkezdve gyönyörű ékszereken át nagyon sok mindent készített. Hol van most a szőnyeg? A faluszőnyeg jelenleg még a Mosonszolnoki Kultúrházban van, általában egyébként ott megtekinthető, de a hétvégén, tehát szeptember 14-15-én János Somorján a Malom Fesztiválon fogjuk kiállítani. Ott több más retextil dolgunk is ki lesz állítva. És aztán mikor megy erre az országos kiállításra? Október 8-án. Tehát akkor hamarosan oda is utazik. Hát ez egy jó kis utazóművész lett, azt gondolom, ez a szőnyeg ahhoz képest, hogy mikor készült, nagyon jó kis utóélete van, hiszen akkor még mindig keresik, szeretik, és hát várják szeretettel, hogy minél többen megnézhessék. Hát úgy gondolom, hogy most fedezik fel. Most fedezik fel. Hát akkor legyen ez még így, azt gondolom, hogy járja be így az országot egy ilyen rócsó formájában, mindenképpen minél többen ismerjék meg Mosonszolnokot ezen térkép által, meg hát azokat az ügyes kezűeket, akik ezt készítették. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is. Élhátér című műsorunkát látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszont látásra, és ne felejtsék el megnézni a Mosonszolnoki faluszőnyeget mindenképpen. Viszont látásra.